Nem csak minden ellenben megmarad a családtámogatási rendszernek, hanem tovább is bővül közölte Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar kormány mély meggyőződése, hogy ha nincsen gyerek, akkor nincsen jövő. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy megőrzik a rezsicsökkentés eredményeit, és az elszálló áraktól is megvédik az embereket. Orbán Viktor kiemelte a kormánynak, továbbra is a magyarok biztonsága az első, az ellenzék azonban túl messzire ment, amikor gátlástalanul támadta azokat, akik a járvány elleni védekezésben dolgoznak egész egyszerűen túl messzire mentek. A baloldal túlment egy határon, amikor a járvány, illetve a vírus elleni védekezést és a szakembereket támadta. Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a baloldal lebeszélte az embereket a megfelelő védekezésről, és ezzel a nemzet érdekei ellen cselekedett. Az orvosok sem ezt érdemlik, akik egyébként időnként vezénylés alatt az a családjuktól távol próbálják megmenteni a beteg. Az ápolónők se azt érdemlik, meg a közigazgatási szakemberek se, hogy ilyen durva támadásoknak legyenek kitéve. Tudom, hogy választás lesz ilyenkor minden más, de szerintem speciál éppen a a vírus védekezés kérdését minél inkább ki kellene vonni a választási csatáknak a területéről. Orbán Viktor aláhúzta, a kormány két éve azért hozta létre az operatív törzset, hogy megmentse az emberek életét, és azóta is komoly munka folyik ennek érdekében. Élethalál kérdésről van szó, ezért mindig tartaléknak is lennie kell. Orbán Viktor beszélt arról, és nem fordulhat elő, hogy Magyarországon ne legyen raktáron elég koronavírus elleni vakcina. A kormánynak ugyanis a magyar emberek biztonsága az első, és csak akkor adományoz más országoknak oltóanyagot, ha azok lejárati szavatossága közeledik. Normális ember nem támadja meg azt az állapotot, amikor a kormány döntéseinek köszönhetően alacsonyabb. Gáz és áram árat kell fizetni Magyarországon, mint külföldön. Az energiárak elszabadulásáért Brüsszel klímavédelmi politikája a felelős, ami az infláció és a fogyasztói árak emelkedését hozta, mondta a kormányfő hangsúlyozva, hogy a kormány álláspontja az ellenzéktől eltérően egyértelmű a nagy szennyezőknek kell fizetniük, a kormánynak pedig be kell avatkoznia és meg kell védenie a rezsicsökkentést. Az ellenzék vagy bárki más okoskodhat arról, hogy nagy elméleti gazdasági összefüggések szempontjából ez jó lépés vagy nem, de a nyugdíjasnak, a gyermekes családnak, sőt mindannyiunknak be kell menni a boltba, és ki kell fizetni az árat. És az nagyon helyes, hogyha nem a mostani árat fizetik, hanem azt, ami korábbi és alacsonyabb ár volt. Ez jó dolog. Aki azt mondja, hogy ez rossz dolog, az nem érti az életet. Orbán Viktor beszélt a kormány családtámogatásairól is. Azt mondta, Magyarország nem a bevándorlással, hanem a családok támogatásával oldja meg a demográfiai válságot. A kormányfő kiemelte, az elmúlt 12 évben kiépült az az adó, bér és családtámogatási rendszer, ami a családalapítást és a családokat segíti. Orbán Viktor azt mondta, ha a választásokon bizalmat kapnak, akkor nem csak megmaradnak az eddigi támogatások, hanem bővülnek is. Nem csak, hogy folytatódnak a mostani család Támogatási politikai részelemek, hanem ezek még újabbakkal fognak kiegészülni, és ha a gazdaság jobban teljesít, akkor még a család támogatás mértékét is szeretnénk emelni. Az én személyes célkitűzésem ebben az ügyben az az, hogy azt tudjuk egyszer mondani, hogyha valaki gyermeket vállal, akkor azzal az anyagi életkörülményei azok nem nehezebbek lettek, hanem javultak. A február eleji moszkvai látogatásáról Orbán Viktor azt mondta, a gazdasági kapcsolatok erősítéséről tárgyalnak majd Vladimir Putinnal, mert Magyarország biztonsága érdekében növelni szeretné a megállapodásban szereplő gázmennyiséget. De az európai biztonsági helyzetről is tárgyalnak majd, Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország az EU és a NATO tagja, és úgy megy Moszkvába, hogy előtte egyeztet a nyugati szövetségesekkel.